Szeretettel köszöntöm Önöket! A mai műsorban három olyan hölgyet hívtam, akit a tévéből, rádióból már azért ismerhetnek munkájuk során. Az emberi lélekkel foglalkoznak, különböző módszerekkel. Itt van velünk a stúdióban Dorotovics Miléna, pszichológus, vagy szoktuk úgy mondani, klinikai szakpszichológus, csak egy kicsit nyelvtörő nekem is azért. Tanácsadó szakpszichológus, igen. Csiki Anna kineziológus, és Egei Tíma pszichológus. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Mi is köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Az lett volna a célja, illetve az a fő célja ennek a mai műsornak, hogy miután elég sokat megfordultok nálunk mostanában, így az elmúlt időkben, hol a rádióban, hol a tévében, egy picit jobban megismerjenek titeket a nézők, és egy picit beszélgessünk a szakmátokról. De mi még mielőtt belemegyünk, az a kérdésem, hogy ezekben az időkben, a mai világban, a mai járványhelyzetben ti magatok hogy vagytok? Kezdjük veled, Miléna. Hát köszönöm szépen, a helyzet ez mérten jól. Hát a Covid-nak a hatására ugye egy kicsit lecsökkentek a szociális kapcsolataink. Nekünk családi szinten egy kicsit jobban, mivel hát én a férjemmel és a két fiammal, 12 és 8 éves fiaimmal, illetve édesanyámmal, aki 80 fölött van már, élek együtt, és neki sajnos magas vérnyomás, pacemaker, tehát hogy a veszélyeztetett kategóriába tartozik, ezért nekünk egy kicsit így családi szinten még jobban odafigyelünk arra, hogy nem nagyon megyünk vendégségbe, és sajnos már egy jó másfél éve nem jönnek hozzánk vendégségbe, úgyhogy emiatt egy kicsit úgy érzem, hogy megvisel minket, de egyéb tekintetben próbálunk azért rugalmasan és pozitívan hozzáállni a helyzethez. És egyébként a munkád során hogy oldod meg azt, hogy ne nagyon kontaktálódj, hiszen hát emberekkel foglalkozom? Igen, hát a higiéniai szabályokra odafigyelünk. Amúgy ebbe szerintem most már elmondható, hogy a szülők is és mindenki, a gyerekek is nagyon tudatosak. Tehát a fertőtlenítés, a szájmaszk, a cipővédő, akár a hozott benti papucs, tehát minden odafigyelünk egymásra. Én úgy gondolom, hogy minden megoldható. Tehát, hogy mindenki nyitott arra, hogy működjön tovább azért a személyes kontaktuson alapuló pszichológiai ellátás is. Nyilván azért az online is nagyobb teret kapott most ebbe az időbe. Beszélni fogunk még erről. Anna, nálatok mi újság van most? Hogy vagytok? Köszönjük szépen, mi is jól vagyunk. Ugye én 4 gyermekemmel vagyok otthon, 3 még online tanul, most már azért elindultak a gyakorlati órák egy-egy területen. Kicsit akkor az azt jelenti, hogy ők középiskolások. Középiskolás és egyetem. És egyetem. Nagy lányom egyetemista. Úgyhogy ez igazán nagy kihívás, és nagyon sok tennivaló van e körül. Egyébként a feltöltődés most már kezd hiányozni, azt látom mindenkinek, főleg ezeknek a kis felnőtt kamasz gyerekeknek, a közösség, a társaság, és hát magam nevében is beszélhetek, mert azért már ez nekem is hiányzik, de hát tesszük a mindennapjaimmal a dolgunkat, és köszönjük szépen, jól vagyunk. A családi életet egyébként ezen kívül nálatok mennyire befolyásolja, mint mondjuk Milénáiknál, ti mennyire féltek egyébként így ettől a vírustól? Hát a félelmet azt kizártuk, azt gondolom, mert idős szülők nincsenek már, tehát nagyszülők, szüleim sem élnek már, másik oldalon sem a gyerekeknek a nagyszülei, úgyhogy ezt a részét ki tudtuk zárni az életünkből, úgyhogy emellett a 4 gyermek azért még ad, még akkor is, hogyha felnőttek, azért ad feladatot, és mindegyiknek a más, mindegyik gyermekemnek igazából más az a terület, amivel most éppen küzd, vagy amivel meg kell küzdenie, de hát rajta vagyunk. Munkában egyébként, te is inkább most egy online-osított világban élsz egyébként? Már nem, már azért visszaáll januártól most már a rend. Igazából azt mondom, hogy vegyesen vannak, akik még szeretik és kérik a személyes találkozást, nyilván megtartva azokat a távolságokat és a szabályokat betartva, de azért van online kliensem is, akikkel folyamatosan azóta, hogy elkezdődött ez a második hullám, így konzultálunk. Jó, hát akkor a munkáról még majd egy kicsit bővebben is beszélünk. Timi, nálatok mi újság? Ti hogy vagytok? Hogy bírjátok? Hát köszönjük, ezzel a beszűkült élettérrel egy kicsit mi is küzdünk, de leginkább mi azt szenvedjük meg, hogy a nagylányunk külföldön él, és gyakorlatilag júliusban láttuk utoljára. Hú, az nehéz lehet. És nagyon, ez így nagyon nehéz. Nem is tudom, hogy mikor fogunk legközelebb találkozni, én nagyon bízom benne, hogy februárban. A fiam már 16 éves lesz idén, tehát ő is online oktatásban. Én dolgozom, a férjem is online is, és személyesen is. Mi is természetesen betartva a megfelelő mindenféle szabályokat,
de azt, én azt látom, hogy egyre nagyobb igénye van az embereknek arra, hogy személyesen jöjjenek. Ugyanúgy mi sem félünk ettől az egésztől, tehát hogy ezt mégis tudatosan kizártuk, tehát hogy inkább ne tartson ez rettegésben, és szerencsére nem is voltunk betegek. Egyébként nem tudom, én úgy gondolom, hogy régen már azért ez a Skype-os, meg Viber-es, meg mindenféle ilyen online módszer, mondjuk a kapcsolattartásra, beszélgetésre, stb. Ez már itt van azért az életünkben egy olyan, szerintem több mint 10 éve. Lehet mondani, és hogy mégis az ember azt gondolná, vagy legalábbis én azt vártam, hogy ez majd egyszer csak egyre jobban el fog terjedni, mint hogy régi filmekben látható volt, hogy amik így a jövőt előre idézik, hogy hú, majd ez lesz a jövő, és érdekes, amit most mondtok, hogy azért megvan mindegyőtök életében ez az online rész, és mégiscsak a kontaktot szeretnék most már, hogy mennyire visszajön ez a dolog. Mit gondoltok erről? Szerintem teljesen más online valakivel beszélgetni, és akár a személyes barátságot tartani, a kapcsolatot, mint azt, hogy ott vagyunk, és akár megérinthetjük a másikat, a nonverbális kommunikációját, jobban tudjuk azonosítani, hogy mégis mire gondol, szomorú, mennyire szomorú, vigasztalás, tehát nagyon sok szempontból a személyes kontaktust, de ezt talán te tudod kineziológusként, hogy mennyire fontos neked ez. Én szerintem nem fogja fölváltani soha. Tehát 100%-osan biztos, hogy nem, mert a egymás közelségének az igénye, az energiáink, hogy érezzük egymás energiáját, az nagyon fontos. Igen, téged említett pont. Igen, azt a légkört kell megteremteni az embereknek, amiben, hogyha beleérkezik, akkor már ez egy megnyugvás. Popper Péter mondta, hogy az az igazi gyógyító, akinek a közelsége már önmagában gyógyító hatású, úgyhogy szerintem ez nagyon fontos az embereknek, hogy megérkeznek, és egy kicsit belépnek abba a térbe, ahol a bizalom légkörébe, ahol meg tudnak nyílni. Nyilván, hogyha otthonról van a konzultáció, otthon is meg lehet a bizalom légköre, de mégis erre nagyon nagy szükségük van. Ez mondjuk Timinél is így van, én nálad jártam, ugye, és hát az a környezet, az egy ilyen megnyugvást ad. Tényleg az ember oda belép, és akkor azt mondja, hogy jaj, de jó, most akkor itt tücsörögnék egy pár órát. Igen, most arra az 50 percre, 60 percre zárjuk ki egy kicsit a külvilágot, foglalkozzunk most csak magunkkal. Egyébként nem tudom, ti hogy vagytok vele, én amikor online dolgozom, sokkal feszültebb vagyok. Teljesen más az, amikor jönnek hozzám az irodámba, vagy rendelőmbe, vagy teljesen mindegy, minek nevezzük, az egy olyan jó érzés, de otthon, amikor ott kell ülni a gép előtt, valahogy én feszültebbé válok tőle, és sokkal jobban elfáraszt. Igen, olyan, mint a folyamatosan másra is kellene figyelni, azon kívül, mint amikor személyes kontaktban vagy a másikkal, tehát akkor jobban el tudod engedni magad, jobban rá tudsz fókuszálni. Igen, van köztetek azért egy... Akárhogy is, de van valóban, egy valóban tér, teljesen más, valóban igen. Teljesen más. Tehát nem azt mondom, hogy nem értékelődött fel ebben az időben ez a dolog, tehát jó, hogy van a kapcsolattartás, csak a személyes példámból kiindulva azért nagyon jó, hogy láthatom a lányomat, ha más nem kamerám, meg beszélhetünk naponta, akár írásban, akár telefonon, de azért nyilván nem ugyanaz. Hát igen, majd mondjuk ez a munka az, amit nem lehet mondjuk egy zöld borsó főzelék rottyantása közben csinálni, tehát hogy gondolom, hogy azért ehhez, hogyha online csináljátok, akkor tényleg el kell vonulni, mert hát nem lehet az, hogy a gyerek berohangál, és akkor anyától akar valamit éppen. És hát nekem a kineziológiában azok az eszköztáraimat nem tudom használni, tehát igazából ezeket az online konzultációkat a kommunikációra tudom csak használni, az izomtesztelést, én egyénű üléses családállítást is csinálok, ahhoz megvan az eszköztár, amit online nem lehet. Na erről mindjárt beszélünk egy picit, de egy kicsit a személyes kontaktra visszatérve, azért mindegyőtöknek van egy nagyon-nagyon jó kisugárzása. Én azért hívtalak el titeket egyébként, mert úgy gondoltam, hogy ti tényleg nagyon csinosak vagytok, nagyon jól beszéltek, és tényleg az ember úgy örömmel ül le veletek beszélgetni, és gondolom, hogy azért ez egy nagyon nagy bizalmat ad az ember felé, annak, aki leül veletek beszélgetni, és azért is tart nyilván igényt arra, hogy minél többször találkozzatok. Hogy vagytok ezzel? Én hiszek benne, hogy azok az emberek fognak engem megtalálni, akiknek én tudok segíteni. De egyébként egy beszélgetés után én mindenkinek föl szoktam ajánlani, ha úgy érzi, hogy nem én vagyok az ő embere, akkor segítek keresni valaki mást. Én azt gondolom, hogy nekünk szakembereknek ezt tudni igen. kell kezelni, mi ezt nem vehetjük személyesre. Igen. Én sem lehetek mindenkinek szimpatikus, és nekem sem szimpatikus mindenki, de az eddigi pályafutásom során azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon ritkán fordult elő, talán összesen 2-szer az, hogy valakivel nem tudtunk egymásra hangolódni. Nyilván annak is megvolt az oka, ő is gondolom tanult belőle, én is tanultam belőle, de én ezt így érzem korrektnek. Én se szívesen mennék egy olyan helyre,
a pénzemet elkölteni, meg a lelkemet kitárni, ahol nem érzem jól magam. Tehát, hogy kell, hogy legyen egyfajta nagyon erőteljes kapcsolat közöttünk. Nem tudom, hogy ti is érzitek ezt, gondolom. Igen. Igen, én egyszer jártam úgy, hogy nem nézett utánam a hölgy, aki jött, egy ajánlásra érkezett, és akkor megérkezett, teljesen lezsibbadt az ajtóban, és láttam, hogy ő most nem tud velem mit kezdeni, le is ültünk, és láttam, hogy óriásira zavarba van, és elárulta, hogy ő igazából az édesanyjával való konfliktusait hozta el hozzám, és én full úgy nézek ki, mint az édesanyja, és ettől annyira befeszült, hogy ott kellett egy picit oldani ezt a fajta feszültséget, ezt a bizalmat, aztán sikerült, mert utána rájött, hogy én csak külsőleg hasonlítok az anyukájára, úgyhogy megnyertem a bizalmát, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy abban a légkörben tényleg beérkeznek, ha megtalálja-e azt, akit keresett. És egyébként mennyire tanulható ez? Mert hogy oké, hogy tanultatok egy nagyon szép hivatást, én szerintem inkább hivatásnak is nevezhetjük, de hogy azért ehhez kell egy személyiség is, amit úgy odaraktok. Szerintem igen, és azt gondolom, hogy az, amit mi tudunk, meg amit mi adunk, az meg is van szűrve a saját személyiségünkön. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy megtanítok valakinek egy matek egyenletet. Tehát, hogy abban, amit én átadok, abban benne kell, hogy legyen, sőt, benne is van az én személyiségem, és ezért van az, hogy hiszek abban, hogy akinek én kellek, az úgyis engem fog megtalálni. Akinek meg másra van szüksége, az máshoz fog elmenni. Tehát, hogy abszolút benne vagyok én is. Nem lehet ezt így leválasztani, hogy van egy tudásom, és akkor azt így teljesen lehasítom magamról, és szervtelenül átadom. Ez nem így működik. Tehát, hogy minden, ami én vagyok, az benne van. Ettől függetlenül nyilván meg kell tartani azt a távolságot, mert én vagyok, az én megoldási stratégiáim az enyémek. Tehát, hogy abban, ahogy segítek neked, az a lényeg, hogy neked segítek, és téged kísérlek az úton, De ez én vagyok. Tehát nem csak a hivatásom, a munkám, hanem én vagyok. Én legalábbis ezt így érzem, és így kezelem. Igen, és amikor azt mondod, hogy kisugárzás, hogy ez belülről jön. Úgyhogy az nagyon fontos szerintem a mi szakmánkban, hogy saját magunkon is dolgozzunk, a saját lelki békénket is keressük, a saját elakadásainkat feltárjuk, és ezeken folyamatosan kell ahhoz dolgozni, hogy aztán az, ami kijön, az legyen, amit mi tudunk átadni. Hát én még azt szeretném ezt hozzátenni, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy a szakmán belül legyen egy speciális dolog, ami a szíved csücske, és ami vezérel téged. Nyilván mindannyiunknak van egy ilyen területe a szakmán belül. Nekem ez a gyermek, tehát a gyermekpszichológia. És szerintem ezt érzik a szülők, hogy én elhivatott vagyok a gyerek felé, és a gyermek is érzi, mert ugye nekem itt nem csak a szülővel van rögtön egy kontakt, hanem a gyerkőccel is. És nagyon fontos az, hogy érezze azt, hogy én szeretettel elfogadóan fordulok hozzá, és akkor hamarabb megnyílnak és érzik. De ahhoz nekem van egy ilyen gyerekkori belső vágyam, hogy nekem gyerekekkel kell foglalkoznom és segítenem kell őket. Tehát, hogy egy ilyen küldetési hatástudat van mögötte, amit megérez a másik. Az Anna mondta az előbb azt, hogy belülről jön. De akkor ugye ehhez az kell, hogy ugye magatokkal is azért tisztában legyetek. Tehát akkor ehhez kell azért egy önbizalom, meg egy magatokba vetett hit is nyilván. Tehát akkor a kérdés az, hogy ti teljesen rendben vagytok magatokkal egyébként? Tehát a közben, hogy másokat úgymond analizáltok, meg próbáltok rajtuk segíteni, nektek mindig minden rendben van? Gondolom, hogy nem. Nem. Aki azt mondja, hogy igen, az hazudik. És alkalmazzátok egyébként a módszereiteket magatokon? Igen, nyilván, tehát, hogy tudatosan élünk, én úgy gondolom, mint testileg, mint lelkileg. Tehát, hogyha naponta mozognék, na, inkább másképp mondom, tehát, hogy amilyen fontos a testmozgás a testünknek, olyan fontos a lelkünknek is az, hogy néha elvonuljunk, egy kicsit magunkba legyünk. Ez lehet relaxáció, lehet egy most divatos mindfulness, hogy a jelenre gondolok, és arra fókuszálok. Szerintem mindenki odafigyel, tehát hogy most már az emberek többsége ezekre odafigyel, hogy nem csak a testet kell karban tartani, hanem az elménket, a tudatunkat, a lelkünkre is oda kell figyelni. Nálunk ráadásul fokozottan fontos az, hogy mi azért tisztában legyünk magunkkal. Én nem szeretem és nem is szívesen dobálozom az önismeret szóval, mert egy kicsit elcsépelté vált, de azt gondolom, hogy arra a fajta tudatosságra, amivel mi magunkat kezeljük, nekünk extra módon szükségünk van. Tehát, hogy, és nincs olyan, ahogy a kolléganő is megfogalmazta, nincs olyan, hogy mi mindig rendben vagyunk. Lehet, hogy vannak életünkben olyan szakaszok, amikor azt érezzük, hogy minden rendben van, de aztán jönnek új kihívások, jönnek új élethelyzetek, és soha nincs olyan, hogy
én már kész vagyok, nekem nincs tanulnivalóm, nekem nincs hova fejlődni, mindig van hova fejlődni, mindig van mit tanulni, és egyébként meg emberből vagyunk, annak ellenére, hogy sokat profitálunk abból, amit tudunk, azért mi is emberből vagyunk, és valószínű, hogy otthon nem mindig. Tehát, hogy otthon senki nem pszichológus vagy kineziológus, otthon mindenki pár, feleség, családanya, stb. És nekünk is elgurulhat a pirulánk, szerintem. Tehát, hogy annak ellenére, hogy én is konfliktuskezelést tanítok pároknak, az nem azt jelenti, hogy mindig úgy kommunikálok, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Tehát, hogy én is kiszoktam akadni, kiszoktam borulni, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem profitálunk családilag abból, hogy én erre egy kicsit tudatosabban oda tudok figyelni. De nem mindig. Igen, a folyamatos fejlődés az fontos, viszont a fejlődéshez kellenek feladatok. Tehát, hogyha sima lenne az út, akkor mi lenne a fejlődés? A nehézségektől én azt gondolom, hogy megijedni nem kell, vagy legalábbis én már így állok hozzá. Az önbizalom bennem azt jelenti, hogy tudom, hogy amit az élet hoz számomra, azt már meg tudom ugrani, hiszen sok minden van mögöttem a saját személyes életemben is. Hát számomra ezt jelenti az önbizalom, de ahhoz meg kellenek ezek az akadályok, hogy az ember túlverekszi magát rajta, akkor legyen egy sikerélmény, vagy legyen egy fejlődés. Sokat fejtegettük eddig, de még nem beszéltünk úgy konkrétan a szakmátokról, illetve arról a részről, amivel foglalkoztok. Kezdjük veled, Miléna, te pszichológus és gyermekpszichológus vagy leginkább, ugye? Van egy pedagógiai szakszolgálat, amit, ha jól tudom, te vezetsz. Igen. És itt Fehérváron is van egy fejlesztőház, ahol te tevékenykedsz és gyermekekkel foglalkozol. Egy picit mesélj erről. Igen. Hát itt Fehérváron kollégákkal csináltunk egy fejlesztőházat, ez egy magán intézmény. Itt 4 különböző szakember dolgozik, konduktor, gyógytornász, gyógypedagógus és én pszichológus. Ahogy az előbb beszélgettünk, még az jutott eszembe, hogy nem csak az önismeret fontos, hanem az is, hogy mi a kompetencia határ a mi szakmánkban, és hogy minél több olyan egyéb szakmát ismerjünk, aki jelen esetben állam a gyerekekkel foglalkozik, és a gyerekeknek a fejlődését tudja segíteni, az elakadását tudja fejleszteni. Én világéletemben úgy, tehát nevelési tanácsadó szakértői bizottság, ahogy dolgoztam, más szakmák képviselőivel közösen teamben dolgoztunk, és szerintem ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi az, amivel egy szülő, ha megkeres minket, akkor tudjuk, hogy az nem az én kompetenciám, hanem ez egy másik szakember tud neki nagyon gyorsan és ügyesen segíteni, és tovább tudjam őt irányítani. Úgyhogy igen. Teamben dolgozunk. Ez az egyik fele? Igen, ez az egyik fele, a másik pedig a Velencei tópartján van egy nagyon szép pedagógiai szakszolgálatot korai fejlesztéssel, tehát 6 éves korig foglalkozunk gyerkőcökkel. Ott fejlődésben való elakadás jelentős, illetve több területen jelentkező elakadásokat fejlesztenek a kollégák. Tehát mozgás, látás, hallás és egyéb fejlesztések zajlanak, ezek állami szinten ingyenesek a szülők számára. Na, egy picit beszélünk a kineziológiáról. Nekem egy picit egy, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, más, nyilván más terület, és szerintem a nézőknek a javarésze nem biztos, hogy tudja, hogy egészen pontosan ez mit akar. Azt tudom, hogy az energiákról van szó, főleg, vagy nem, jól tudom? Lehet, hogy példán keresztül fogom elmondani, jó? Hogy mit is akar ez. Specialitásom, vagy speciális területem azt gondolom most már így nincs. Volt egy időszak, amikor általában párkapcsolati problémákkal kerestek meg, ezért párkapcsolati problémákkal foglalkoztam, ezen túl pedig generációs témákkal. Tehát mindenféle témában jönnek hozzám az emberek. Általában ilyen életvezetési, tanácsadás jellegű az, amiben tudok segíteni, amiben megkeresnek. Nyilván én is továbbküldöm szakemberhez, pszichiáterhez, pszichológushoz, hogyha olyan jellegű a problémája, ami már nem az én kompetenciám. Tehát amikor megkeresnek, akkor azt a belső erőt próbáljuk meg aktiválni, amivel ő önbizalommal tudja továbbvinni az életét. Tehát ezek általában stresszes körülmények, elakadások, önbizalomhiány, amivel küzdenek, és ami, ugye amire azt gondolom, hogy a kérdésed irányul, hogy az izomtesztelés módszerével jutunk hozzá nagyon sokszor ezekhez az információkhoz, amiben nem mindig tud szembenézni a kliens, vagy nem akar, nem szeretne, vagy már szépen elpakolta, és az izomteszt abban segít, hogy megtaláljunk olyan életkorokat, ugye az izom egy visszacsatolási módszere annak, hogy mi az, ami a mély
miben tárolódik, hogy éppen milyen korban, milyen kormunkát kell végeznünk, éppen kivel kapcsolatos, óvodával, iskolával, szülővel, családdal kapcsolatos ez az elakadása, és ez az izomteszt az, ami egy kicsit különlegessé teszi a munkánkat, és segíti a klienst a felismerésben, és hát energetikai módszerekkel pedig az oldásokat végezzük. Ez a hagyományos kínai orvosláson alapul, és egy komplex módszert akar. De mindig tesztelem, hogy éppen mire van a kliensnek szüksége. És a másik a családállítás. Családállítás, igen. Ez mit akar? Családállítás csoportosan is, és egyéniben is végezhető. Ugye most a csoportosnak nem az ideje van, ezért egyéniben. De a morfogenetikus térben dolgozunk, és a generációban történt hitrendszereket tárja fel, és tudja oldani. Erre is akkor mondok egy példát. Nemrég megkeresett egy hölgy, hogy hát a hitrendszere szerint azért nem talál párt magának, mert minden férfi egy gazember, így mondta. Kérdeztem, hány ilyen gazemberrel találkoztál, és akkor elmondja, hogy hát igazából ő neki szerencséje volt eddig, de most azért nem talál. Tehát innen már nem nehéz azt kitalálni, hogy ha ő nem találkozott gazemberekkel, akkor valószínűleg a családban a nagymama, dédnagymama ideig kell visszanyúlnunk, hiszen akkor ott történhetett valami olyan hitrendszerbeli elakadás, ami ott megakadályozza abban, hogy ő nyitott legyen például a párkeresésben. Erre nagyon jó a családállítás, hogy megkeressük azokat a szálakat, azokat az ősöket, ahol mondjuk egy ilyen blokkoló hitrendszer kialakulhatott. Tehát, hogy amit én gondolok valamiről, az mondjuk lehet, hogy az én nagyszüleimből jön, vagy mondjuk az apukám valahogy úgy tanított valamit, akkor ez bennem marad egy életen át, és mondjuk én is ezt szerint cselekszem. Így van, hát amikor ez kialakul, ez a hitrendszer, akkor azt védelemül adják. Tehát valami olyasmi történt a családban, ami után egy ilyen kijelentés, az azt szolgálja, hogy ti vigyázzatok magatokra, egy kicsit így körül fogja az utódokat, hogy védelemül adja. Ebben a szituációban viszont a kliensnek az életét már akadályozza. De valószínűleg akkor is ott, amikor mondjuk a nagymama, dédnagymama ezt a mondatot megfogalmazta, akkor neki oka volt rá. És neked melyik a kedvenc területed? Nem tudok ilyet mondani, mert azt gondolom, hogy ha lehet, én ezt már össze tudom gyúrni egy picit. Tehát attól függően, hogy éppen mi a témája a kliensnek, látom azt, hogy saját kormunkában dolgozzunk, tehát saját gyerekkori elakadásokról van szó, vagy pedig a megfogalmazásokból látszik, hogy ez generációs lesz, és akkor viszont jelzem azt, hogy itt most generációba kéne dolgozni. Timi, te pszichológusként dolgozol, de ugye párkapcsolati tanácsadó is vagy mondhatom így, hogy terapeuta, mediációval is foglalkozol. Egy picit menjünk bele ezekbe, hogy ezek mit akarnak. Leginkább a párkapcsolati mediáció az, ami az én szívemhez közel áll. Egy kicsit egyszerűbbnek, kézzel foghatóbbnak és eredményesebbnek gondolom, mint a nagyon hosszan elhúzódó párterápiát, és sikeres is, azt gondolom, hogy nagyon jól működik. Szívesen foglalkozom mozaik családokkal is, tehát, hogy ott is a konfliktusoknak a feltárása, a megoldása, és ezt sem mondanám konkrétan terápiának, tehát nagyon sokszor csak arra van szükségük embereknek, akik engem fölkeresnek, hogy bizonyos információkat a helyén kezeljenek. Tehát elsajátítsanak, mint a kognitív viselkedés terápiában, elsajátítsanak egy új működést. Tehát van valami, ami diszfunkcionális, azt föl kell tárni, és el kell sajátítani valamit, ami jobban működik, ami jobban megfelel számukra. Ami már ennél mélyebb, az már nem az én kompetenciám, és én is szoktam mondani, hogy minél többet tanulok, annál inkább rájövök, hogy mennyire keveset tudok. De szerintem ez így van. Tehát abszolút nincs meg bennem az a nagy képűség, hogy ide nekem az oroszlánt is. Én azt gondolom, hogy ehhez a munkához megfelelő alázattal kell állni. Tehát, hogy még amikor kezdő voltam, nagyon sokszor volt bennem ilyen szorongás, hogy úristen, embereknek az életébe belenyúlni. Hát hogy jövök én ehhez? És aztán úgy kialakult az a magabiztosság, hogy mi az, amit tudok, amit pedig nem tudok, azt akkor elbízom valaki másra. De mozaik családban például úgy érzem, hogy hiteles is vagyok, kompetens is vagyok, én magam is ebben élek már 20 éve. Én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk, és azt szoktam mondani, hogy ami nálunk nem történt meg, az nincs is. Tehát, hogy igazán én azt gondolom, hogy ebben tudok nagyon hiteles lenni, és ebből kifolyólag minden olyan konfliktus kezelésben, megoldásban,
mediációban. Tehát én azt gondolom, hogy ez az én területem, ami nagyon jól tud működni. Viszont az, hogy ti ennyit foglalkoztok emberekkel, az nem jelenti azt, hogy kicsit magatokkal cipelitek a problémáikat? Vagy mennyire tudjátok kizárni azt, hogy mondjuk ne vegyétek annyira magatokra meg? Hát ennyiféle problémát, mert hát nyilván problémákkal fordulnak hozzátok, elviselni, vagy túltenni magatokat ezen, azért így emberileg is nagyon nehéz lehet. Hát nálunk a szakmában ugye van erre a szupervízió, hogy egy másik szakemberrel ezt átbeszélni, és feldolgozni, és elrakni a helyére azt, ami történt. Tehát van erre egy tudatos és módszertan is, illetve hát a pihenés és a kikapcsolódás, a nem túlhajszolása a munkánknak, az szerintem nagyon fontos, hogy legyen idő feltöltődni. Tehát különben nagyon hamar kiég. Tehát minden segítő szakember nagyon hamar kiég, hogyha ez nem történik meg. És szerintem borzasztó fontos itt is az a fajta én tudatosság, vagy hát nevezzük önismeretnek, amikor az ember pályát választ, hogy alkalmas vagyok erre, vagy nem. Van, aki hiába lenne nagyon jó pszichológus, azért nem tud működni ebben, mert igen, olyan szinten megszűri magán ezeket a dolgokat, és olyan szinten lehet, hogy saját magával nincs rendben, hogy pont ettől a túlzott empátiától nem lesz egyébként alkalmas rá. Tehát, hogy az is, hogy tudatosan odafigyelni rá, meg hogy alkalmasnak kell lennem bizonyos dolgokra, hogy amikor bezárom a rendelőnek az ajtaját, akkor minden, ami ott történt, ott marad. Nem visszük haza a munkát. Meg azért az egy nagyon-nagyon nagy bizalmi dolog, már az elején beszéltünk egy picit erről, de hogy tényleg az, hogy valaki úgy fordul hozzátok, hogy kiadja a lelkét, és utána tudom, hogy én ezt nem szeretném, hogyha mondjuk XY tudná, azért ez is egy nagyon nagy feladat lehet számotokra. Hát a titoktartás, ami szakmányban szerintem az egy olyan alap, ami ha sérül, akkor onnantól kezdve lehet pályát módosítani a kollégának, én úgy gondolom. Igen. És így visszatérve egy kicsit erre, hogy amiről az előbb beszélgettünk, hogy nem szívtelenség az, amikor nem hagyjuk, hogy magával ráncson az életsorsoknak az elmesélése, hanem kívülről egy picit. Én már megtanultam azt, hogy egy picit kívülről nézem, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi az, amit hozott, és ez a kíváncsiság, és ez a kicsit, én úgy szoktam fogani, ez olyan, mint egy nyomozó munka, hogy mond dolgokat, és elkezdi az ember ebből összerakni. És hogyha erre fókuszálok, hogy hol vannak itt azok a kis mozaikok, amiből összeáll majd számára és számomra is az a kép, hogy valójában mi az, amivel foglalkoznunk kell, akkor nem lelkileg és érzelmileg viszem magam bele ebbe a történetbe. Nyilván, amikor a barátaimról van szó, vagy a családomról, akkor én is bele tudok érzelmileg vonódni, de ez egyfajta tudatosságot kíván, hogy nem vonódok bele annyira. Nyilván voltak nekem is olyan esetek, főleg amikor gyerekekről van szó, akkor az annyira megérintett, hogy azért egy-két nap volt, mire magam kihoztam ebből a helyzetből, és szerintem is nagyon fontos, hogy legyenek nekünk is olyan segítőink, akik mondjuk egy ilyen helyzetből egy kicsit tovább lendítenek. Mindig lesznek olyan esetek, helyzetek, amik a szokásosnál jobban megérintenek, vagy azért, mert bennünk is megnyomódik egy gomb, vagy pedig egyszerűen csak tényleg olyan történettel kerülünk szembe, amire nem lehet nem érzelmekkel reagálni. Ettől függetlenül az, hogy a megfelelő empátiával fordulunk a kliens felé, de érzelmileg nem vonódunk be, nem involválódunk. Én szerintem ez már nagyon nagy segítség, és ez különbözteti meg azt, hogy van pszichológusod, vagy van barátod. Hányszor mondják nekem is, hogy mi szükség van rátok, akinek van barátja, annak nincs szüksége pszichológusra. Ez egy hülyeség. Ez egy nettó hülyeség, mert attól, hogy van egy barátom, ő a barátom. És egyébként meg én arra nagyon odafigyelek például, hogy a barátságaimban se legyek jelen pszichológusként. Ott barát vagyok. Ezt akartam kérdezni, hogy egyébként, hogyha mondjuk otthon vagytok, és a családban bárkinek valami problémája van, tinédzser, gyerek, akárki, akkor nem kezditek el analizálni valahogy? Hát nem mondanám azt, hogy analizálom, inkább azt mondanám, hogy talán érzékenyebben vagy gyorsabban meglátom azt, hogy mi az, ami esetleg problémás lehet. Ettől függetlenül nagyon sok olyan dolog van, amit nem látok, pont azért, mert érzelmileg nagyon benne vagyok, mondjuk a saját gyerekeimmel. Ilyenkor nekem is jól jön egy külső segítség, akár barát, akár mondjuk egy másik terapeuta vagy kollega személyében, aki jobban rámutat, hogy te figyelj, Tini, itt most nagyon elmentél egy ilyen irányba, vagy nem tudom, hogy veletek előfordult-e.
Én is a gyerekeimmel vagyok így, hogy nyilván egy csomó dologban érintett vagyok én is. És, de nem tudja az ember már levenni magáról azt a fajta szemüveget, tehát valamiért a személyiségünknek a része is az, hogy mivel foglalkozunk. Úgyhogy vannak a gyerekekkel is olyan, amikor egy asztaltársaság és úgy beszélgetünk, vagy kérik azt, hogy vonuljunk egy picit el. Anya, ezt most csak veled szeretném megbeszélni, akkor egy kicsit érzem azt, hogy mint szakemberhez fordultak hozzám, de nagyon sokszor előfordul, hogy baráti társaságukból hozott történeteket hoznak, hogy na most akkor ezt anya segíts nekem megérteni, hogy most az én barátom ezzel küzd, és akkor mit tanácsoljak neki, mi lehet itt igazából a baj, akkor megint egy kicsit szakembernek érzem magam a családomba, de nyilván ezt szét is lehet szedni, és össze is lehet gyúrni. Picit beszéljünk arról, hogy hogyan csöppentetek bele abba, amit csináltok, miért? Mi motivált titeket akkor, amikor ezt a szakmát, hivatást választottatok? Egy picit menjünk vissza a gyökerekhez, Miléna. Hát én amikor kislány voltam, és megkérdezték, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor mondtam, hogy anya, és nyilván 11 fiút fogok szülni, hogy meglegyen a foci csapat. Igen, tehát ez a kettő fontos dolog volt, ahogy nőttem föl a gyerekek és a futball. Hát azért ez egy nagy elismerés lehetett anyukádnak, hogy te anya akartál lenni. Igen, ilyen két bátyám van, úgyhogy sokat fociztam kiskoromban, és akkor el is döntöttem, hogy focista lesz a férjem, ami így is lett, és a két fiam focizik, úgyhogy... És te is fociztál, és én is fociztam, tudom. Igen, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Sokáig pedagógus akartam lenni, de mivel édesapám és édesanyám is pedagógus, ezért erőteljesen lebeszéltek róla, de a véna a családi, ez a hivatásszerű, hogy a pedagógia, az folyamatosan bennem volt. És utána valahogy így a pszichológiát megtaláltam, és elkezdtem olvasgatni utána, és nagyon megtetszett a gyermekpszichológia. Tehát, hogy a gyermeki játék, a gyermekeknek a szorongásának a csökkentése, hogy lehet nekik segíteni, amikor elakadnak. És ezért lettem pszichológus. És ez maga ez a tanulási folyamat nálad mennyi ideig tartott? Már mire gondolsz? Hát maga ez, hogy a szakmádat, hivatásodat kitanultad. Hát 5 éves egyetem, majd 2 éves szakvizsga, majd a különböző továbbképzések, és hát ez folyamatos, tehát ez nem úgy van, hogy megáll, hanem majd reméljük 85 évesen is beiratkozok valamire, mert ugye egyre jobb és újabb dolgokat hallunk és változunk. Én úgy látom a munkámban, hogy a szülő mindig tudja és érzi, hogy a gyerkőce mennyire terhelhető érzelmileg és minden téren, és ő bármit csinálok, jobban fogja ismerni a gyermekét, mint én, viszont azok a szakmai dolgok, azok a mérföldkövek a fejlődésében, azok a segítségek, azok meg jól jönnek. Tehát, hogy kiegészítjük egymást a szülővel a gyerek érdekében, és neki is, meg nekem is egy gyerkőc az első. És az olyan, nem tudom, nekem ez az, ami olyan pluszt ad a munkámba, és ezért nem is munkának élem meg, hanem egy segítésnek, egy ilyen közös-közös, hát végülis munka, mert dolgozunk vele, tehát ő is, a szülő is, meg én is, de hogy mind a ketten beleteszünk, tehát hogy nem csak én frontálisan, mint mondjuk egy pedagógus, mondjuk manapság már ugye nem frontálisan van, hanem jobb módszerek is vannak, de hogy nem én adom át a tudásomat, hanem közösen oldjuk meg, igen, a dolgokat. Ő beleadja az érzelmét, beleadja a kapcsolatát a gyermekkel, én pedig beleadom a szakmai tudásomat, és ezt a gyerkőc megérzi. És haza tudja vinni. De azért emellett felnőttekkel is foglalkozol. Igen, mert hogy a szülők felnőttek, és sokszor van azért az is, hogy a felnőtteknek olyan elakadásaik vannak, ami megnehezíti a gyermeknevelést. Tehát nem tudnak tisztán, teljesen, 100%-osan odaadóan gyermeket nevelni, mert saját magukban is van probléma, és ilyenkor van az, hogy segítek. Ha meghaladja az én kompetenciámat, akkor tovább küldöm a szülőt, ha meg tudjuk oldani ezt az elakadást, akkor megoldjuk így közösen. Uh-huh. Anna, nálad hogy jött ez a kineziológia? Hát én egy hosszú utat tettem meg azért idáig. Egy nagyon egyszerű családba születtem, ahol a szüleimnek az volt az elve, hogy mindenkinek legyen egy jó szakmája. Úgyhogy 3 vagyunk testvérek, jó szakmával indítottak el bennünket az életbe. De én azért mindig tudtam, hogy én fogok tanulni, még tovább fogok tanulni. Nekem ez volt az ifjúkori álmom, mikor megkérdezték, hogy hát mi lenne, hogyha nyernél az 5-ös lotton, akkor én mindig azt gondoltam, hogy én rengeteget tanulnék. Aztán ez az álmom, ahogy te is mondod, nekem is valóra vált. Viszont hosszú volt az út idáig. Én egyébként HR-t tanultam, és cégnél HR-esként dolgoztam hosszú-hosszú évekig. És ott is azt látom, és hogyha az egész életemet visszanézem, akkor azt látom, hogy azért ez nem állt távol tőlem,
hogy mindig azokat a filmeket szerettem, amihez nem kellett sok szereplő, és nem is kellett nagy kalandok, hanem két ember beszélget, és ott valami lelki dolgokról van szó. Nagyon szerettem olvasni, de ezeket a könyveket szerettem olvasni. És amikor HR-es lettem, azt vettem észre, hogy nekem az oldal ment igazán jól, amikor mondjuk kimentem egy gyártócsarnokba, és láttam, hogy valaki szomorú, valakinek baja van, hogy valakit motiválni kell. De az, hogy miért lettem kineziológus, az egy saját magánéletbeli mélypont miatt alakult ki. Elváltam, 4 kisgyermekkel egyedül maradtam, és olyan mélypontra került az életem, hogy egy kineziológus segített engem akkor elindulni ebből a mély gödörből, és azt gondoltam, hogy ez a módszer ez nagyon tetszik nekem, majd hát én is megtanulom, és most segítek magamnak, segítek itt a családnak. Aztán egyre inkább belebonyolódtam, megtetszett, és már nem magam miatt volt fontos számomra a kineziológia, hanem egyre inkább azért, hogy adni tudjak. És így volt ez a hosszú folyamat, hogy HR-esként és kineziológusként egyszerre vittem az utamat, és így döntenem kellett, hogy melyiket választom. Ezt tartom igazából a hivatásomnak, ezért tartok most itt, és ez az út vezetett idáig. És ti mit? Kolozsvári lányként? Nekem ez a második szakmám. Én bölcsészkarra jártam, magyar-angol könyvtárszakos tanárként végeztem, és angol tanárként is dolgoztam világéletemben, soha nem tanítottam gyerekeket, mert az úgy éreztem, hogy egyszerűen az nem az én utam. Cégeknél dolgoztam, és üzleti angol tanítottam, és egy idő után arra figyeltem fel, hogy jók ezek az angol órák, meg szuper, meg minden, tehát én is nagyon sokat tanultam, de valahogy mégis egy idő után mindent tudtam ezekről az emberekről, akiket tanítottam, vagy akikkel foglalkoztam, és hogy akkor mondjuk régi vágyam volt ez nekem, és annyira nem volt meg a kellő magabiztosságom, amikor beiratkoztam másodszor is egyetemre, hogy mindenkinek azt mondtam, hogy jaj, nem fogok én szakmát váltani, ez csak ilyen önmegvalósítási pszichológiát tanulok. Aztán mire elvégeztem, meg jöttek a mindenféle pluszok hozzá, addigra úgy voltam vele, hogy de. És borzasztó sok energiát fektettem bele, mert úgy voltam bele, hogy 30 éves korom után, ha egy új szakmát megtanulok, azt vagy rendesen, vagy sehogy. Úgyhogy nekem borzasztó sok energiám van ebben az egészben, és én is azt gondolom, hogy ez az én hivatásom, ez az én utam, és az a része, amit jól csinálok, abban biztos is vagyok, azt nagyon szeretem, és most azon gondolkodom, hogy tovább kéne tanulni. Ó, és mit? Hát gondolkodom a szociális szupervízión, de még nem vagyok róla teljesen meggyőződve. Elsietni nem fogom, tehát, hogy végül is kvázi nem űz a tatár, úgymond. De nagyon sokat gondolkodom rajta, hogy most van életemnek az a szakasza, gyakorlatilag kirepült a nagylányom, a fiamnak is, hát nem azt mondom, hogy egyre kevésbé van szüksége rám, mert ez így nem igaz, de hát már 16 éves, nem sokára nagymama leszek, a lányom várandós, körülbelül egy hónap múlva fog megszületni az unokám, úgyhogy most jött el az a pont, hogy elkezdtem körülnézni a világban, hogy na, mi az, amit én még tanulhatnék. Most élet meg benne, már egy ideje motoszkál bennem az, hogy kéne valami, de még nem teljesen döntöttem el, úgyhogy ezt csak így félve mondtam, ezt a szociális szupervíziót, mert hogy még csak ismerkedem vele, nem vagyok benne biztos, lehet, hogy valami teljesen más lesz a végén, nem tudom, de így mocorok bennem, már erőteljesen. A ti munkátokat ugye mindig elvileg a siker kell, hogy jellemezze. Mennyire van azért benne a kudarc? És illetve milyen arányban van a siker és a kudarc nálatok? Mondjuk akkor mondható, gondolom, sikeresnek a munka, hogyha egy páciens elégedetten távozik, és akár talán nem is kell többet találkozni vele? Woody Allen azt mondta, hogy soha nem fogod megtudni, ha rossz volt a pszichiátered. Szóval ez egy olyan dolog szerintem, hogy szerintem igen, nekünk az a siker, tehát nincs teljesítményértékelésünk, és nincs főnökünk, aki beülne és azt mondaná, jól csinálod, nem jól csinálod, 100 pontból most hányat értél el. Tehát, hogy egyrészt ezt valahol érezni kell, meg látod az ő elégedettségén, az ő életének az alakulásán. Ettől függetlenül szerintem borzasztó fontos figyelembe venni azt, hogy nem mindenki lehet segíteni, főleg azon, aki nem akarja, ő rajta nem lehet, és hogy nem feltétlenül az a sikeres, amikor valakinek, nem az a sikeres terápia, amikor valakinek fenekestől felfordul az élete. Nem tudom, hogy tudtok ehhez csatlakozni, ez a gondolathoz.
Hát igen, attól függ, hogy mi a siker, hogyha a siker az az elégedettség, akkor azt könnyebben tudjuk mérni, mert akkor jönnek hozzánk továbbra is, tehát hogy úgy gondolom, hogy az egy jó mérce, nem? Hogy újra új páciensek, és úgy küldték, és elégedettek igen. voltak, és hallották, hogy ügyesen és jól csináltuk, és a közös munka sikerült, az tud lenni. Nyilván én a gyerekeknél könnyebben látom a változást, a magatartás, viselkedés, a szorongás csökkenés, tehát nekem valamilyen szinten könnyebb, mint a felnőtteknél. Meg lehet erre is a módszer, mondjuk felnőtt pszichoterápiában, hogy kérünk visszajelzést, ami sokszor el is marad, mert ha már minden rendben, akkor már nem szólunk vissza, hogy minden rendben van. De nehezebb, igen, tehát nem olyan exakt, nem mérhető, hogy akkor most 5 kilót fogyott, és most már jobban néz ki rajta a ruha. De szerintem az elégedettség és a visszajáró elégedett szülők, felnőttek, gyerekek szerintem nálunk ez az, ami a siker tud lenni. Tehát sokszor nem a... Tehát, hogy a cél, hogy miért jött, nem mindig az lesz, amivel távozik. Uh-huh. Nálad hogy van ez a siker? Hát én amikor először éreztem ezt, hogy valakinek egy picit beljebb lett az élete, csak egy picivel, ez olyan örömöt adott nekem, ez egy olyan nagyon-nagyon jó érzés, hogy valamiért ebben én is közreműködtem. Nyilván az övé az igazi siker, de hogy közreműködhetem, ez olyan jó érzést adott, hogy ha lehet ezt mondani, enélkül szerintem nem is lehet. Ez a mi munkánknak a turbója, hogy látod, hogy egy kicsit halad az élete útján a kliens, akinek egy darabig fogod a kezét. Én azt szeretem látni, amikor már el lehet engedni. És van egy olyan saját benső ereje, önbizalma, hogy jól viszi az életét, és szeretem a visszacsatolásokat is, hogy mondjuk kivel mi történt. Volt egy bátortalan élethelyzete, megugrotta, tud menni az életében, tudja vinni az életét sikeresen, és visszajelez, akkor az megint csak egy jó érzés. Kudarc, nem is mindenki jön el úgy egyébként, hogy nagyon nagy változásokat szeretne. Van, akit küldenek. Nemrég volt egy fiatalember, az asszony küldte, az mondja, lazaj deszkám, csináljak vele valamit, de éreztem, hogy ő igazából nem, csak eljött, mert hogy szeretné a családi békét. Küldték a családi békekedvéért, és akkor egy kellemeset elbeszélgettünk, de nyilván nem fogom beleszorítani őt egy olyan helyzetbe, hogy neki most mindenképpen meg kell változnia, hogy valamit tegyen magával. De az nagyon szomorú, amikor látszik a megoldás, de ő valamiért ezt nem akarja. És hogy mit tehetne, vagy meddig juthatna, hogyha merészen beleállna az életébe. Nem kudarcnak mondanám ezt, de azért olyan szomorú is tud lenni. Mondjuk, hogy most, hogy említetted ezt, hogy küldenek, gondolom mindegyőtöknél van azért ilyesmi jellegű találkozás, hogy lehetséges az, hogy mondjuk nem hisznek abban, hogy rajta majd tudnak segíteni ezzel a módszerrel, amit ti csináltok? Ó, persze, hányan vannak, meg van a magyar emberben egy ilyen csodavárás, azt gondolják, hogyha elmentem pszichológushoz is, én még ezt is megtettem, és nem tudott rajtam segíteni. Nyilván, hogy ebben benne van az is, hogy hogyan gondol magára, vagy a problémájára, és ilyenkor csak önigazolást keres, hogy nem, rajtam még a pszichológusra, vagy a pszichiáter sem tudott segíteni. A gyerekekkel gondolom ez másképp van, mert ott a szülők elviszik a gyereket, a gyerek nem magától megy. Attól függ, milyen életkor, mert mondjuk egy sertülőt, amikor elküldenek, akkor azzal általában egy alkalmat tudok beszélgetni, mert hogy erről szól, hogy nem tudok úgy segíteni, hogyha ő nem érzi ezt így fontosnak, van. Hanem őt küldték. Tehát volt egy ilyen esetem is, amikor egy serdülő lányzó teljesen meglepődött rajta, hogy én nem akarok neki segíteni. Mondtam, hogy én nem akarok segíteni, de látom rajtad, hogy te ezt nem gondolod, hogy te vagy a beteg, a probléma a családban, és ő teljesen irám nézett, és hogy őt már annyi pszichológusnál volt, de hogy én nem akarok ebből megélni, rá is kérdezett, mondom, nem, én azt akarom, hogy neked jó legyen. Tehát, hogyha küldve van, akkor nincs motiváció mögötte, akkor lehet, hogy nincs is idézőjelben betegségtudat mögötte, vagy problématudat. Vagy problématudat, igen. Hányszor találkozom én is olyannal, csak az utóbbi fél évben, hogy idősebb emberek hívtak fel, hogy jönne a fiam. Kaphat időpontot, és akkor így megkérdeztem, hogy ne haragudjon, hány éves a fia? 32. És miért nem ő hív fel? Hát, mert ezért vagy azért vagy amazért. És akkor én már ezt így előre borítékolom, hogyha valaki nem magától jön, hanem, mit tudom én, az idősebb szülei küldik, akkor az, mert hogy a gyerek játékfüggő, a gyerek.
Vagy ilyen problémája van, olyan problémája van. Másrészt pedig egy picit kapcsolódva ahhoz, amit Anna mondott, hogy néha látjuk, hogy mi a megoldás, de hogy ezt nem lehet letolni a torkán senkinek, mert hogy lehet, hogy ő nem áll készen arra, hogy lássa, hogy mi a megoldás, vagy lehet, hogy tudja, hogy mi a megoldás, csak még nincs ereje oda elmenni, vagy elmenni a falig. De gondolom, hogyha viszont olyan pácienssel találkoztok, aki mondjuk a te esetedben, hogyha egy kamasz lány, és mondjuk ez a lány azt mondta volna a te reakciódra, hogy hát akkor viszont foglalkozz velem, akkor ez meg egy siker, nem? Hát egy siker, igen, valamilyen szinten, igen. Igen. Meg akit elküldenek, és sikerül meggyőzni arról, hogy neked erre szükséged van. Én nem szoktam meggyőzni arról, hogy szüksége van rám, vagy egyáltalán erre, hanem megkérdezem, hogy miért küldték. És hogyha a beszélgetés folyamán kap valamit tőlem, amitől aztán magától vissza akar jönni, akkor azt mondom, hogy ez a siker, de olyan is van, aki csak azért jött elő, tényleg megnyugtassa anyukát, apukát, hogy jó van. De hát ilyenkor én úgy szoktam is mondani, tehát én nem rendelek vissza soha senkit, nem mondom azt, hogy neked kell most jönni. Ha valakivel szerződünk valamire, az egy dolog, mert az egy önkéntes dolog, de az, hogy kell jönnöd, az úgy nem, szerintem nem is szokott működni. Szerintem nincs is ilyen, nem tudom. Itt a műsorunk végére, egy kicsit vidámabb vizekre vezve, van-e olyan történetetek, ami így a munkátok során egy kicsit ilyen megmosolyogtató, vagy viccesebb, vidámabb történet volt? Vagy ami jobban nyomot hagyott bennetek? Emlékeztek-e ilyenre? Egy párkapcsolati mediációnak a végén jártunk egy házaspárral, és van a mediációnak egy olyan része, amikor ugye meg kell kérdezni a felektől, hogy mit szeretnének egymástól kérni. És hogy már a sokadik alkalmon voltunk túl, mert úgy rendeződött a dolog, és akkor így meg kellett fogalmazni, hogy konkrétan, hogy mit szeretnék még kérni a másiktól. Van-e valami, amiről eddig esetleg nem beszéltem ezért vagy azért? És azt mondta a hölgy, hogy hát nagyon szeretném, hogyha vennél nekem egy bolyhos bilincset, és akkor 15 év házasság után felkiáltott a férje, ez csak most mondod. És meg volt oldalt. És mondtam, hogy na, ezért már megért a gyerekek eljönni és beszélgetni, és akkor most már el lehet menni venni a bolyhos bilincset. Ez jó. Anna, neked? Hát egyszer egy szerelmi háromszögbe keveredtem oly módon, hogy jött valaki, aki a hűtlenség témáját hozta hozzám, egyedül, tehát párban nem akartak el, majd elküldte a házastársát is ugyanezzel a témával, hogy akkor beszélj át velem. És de nem sok idő múlva jött egy kliens, bejelentkezett, és ahogy elkezdte a történetet mesélni, olyan gyanúsan ismerős volt, és amikor nekem úgy leesett, hogy ez ugyanaz a történet, de ő a szerető szemszögéből láttam mind a hármat, akkor ott gyorsan össze kellett raknom a történetet, nem elárulni, hogy egyébként én ebből az egészről innen is és erről az oldalról is tudok. Ez az én számomra volt nagyon vicces szituáció, de azóta is így emlegetem, hogy hát nem tudta egyik se, hogy összefutnak a szálak nálam, és nagyon vicces volt így mind a három oldalról látni ugyanazt a történetet. Milena, neked van? Hát nekem volt egy érdekes, amikor pszichodiagnosztikát végeztem, és akkor csak vizsgálni vittem be a gyerkőcöt, tehát nem ismertük egymást, és ugye hát a becenevem nekem Mimi, és a kislány akkor találkoztam életemben először, és közölte, hogy mi már találkoztunk, szia Mimi. Mondtam, jó, akkor ez biztos valami félreértés, vagy tudja, hogy ez a keresztnevem. Krisztián, hogy van? Még mindig foci edző? Ugye a férjem Krisztián, foci edző. Tehát akkor már úgy kezdtem úgy, hogy mégis akkor honnan? Tehát, hogy akkor elkezdtem gondolkodni, hogy vannak ezek a látógyerekek, és a ötös lottó számain gondolkoztam, hogy akkor lehet, hogy megkérdezzük tőle. Alig vártam, hogy vége legyen a vizsgálatnak, hogy beszéljessek a szülővel, hogy mégis mi ismerjük egymást, vagy hogy. És megyek ki a szülőjére, hogy jöhet be, és akkor mondom, ne haragudjon, de mondom, mi találkoztunk már? Nem, de maga ugyanúgy néz ki, mint a húgom, a Mimi. És mondom, a húgának van egy Krisztián nevű férje, aki foci, ez igen, mondom, jó, mert nekem is. És azt hittem, hogy a kislány valami látó képességekkel rendelkezik, de akkor megnyugodtuk. Tehát az egy olyan bizarr volt, hogy mondta, hogy akkor hogy mind. De kiderült, hogy csak véletlen. Hát köszönöm szépen, most jót mosolyogtunk itt a műsor végére. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy a nézők is egy kicsit jobban megismerhettek titeket. Én azt kívánom, hogy sok-sok siker legyen még a munkátokban, és gyertek máskor is hozzánk még a tévébe és rádióba is sokat. Jövünk kávézni. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, a nálatok műzőt látták. Viszontlátásra.